Ezen a falon kap helyet annak a 141 szekszárdi vitéznek a neve, akik életükben sokat tettek a magyarság jobb létéért. 1920-ban még Horthy Miklós kormányzó alapította a vitézi rendet azzal a céllal, hogy létrehozzon egy kiemelt társadalmi csoportot olyan személyekből, akik az első világháború idején kitűntek a nemzet szolgálatában. Nagy Lajos, aki elhivatottan képviseli Horthy szellemiségét, vállalta azt a feladatot, hogy létrehozza az emlékfalat. Nagyapámnak a szellemisége és a tanítása azt mondta mindig, hogy fiam, azokra az emberekre, akik szabadságukat, életüket áldozták azért, hogy ebben a szép kis Kárpát-medencében itt legyünk, azokra mindig meg kell emlékezni. Mert gyökerekből lehet építkezni, gyökerek nélkül nincsen jel, nincsen jövő. A táblaavatással egy időben elhelyezésre kerül egy 1938-ban kiadott vitézi kódex is. Több ezer vitéznek a neve benne van, akit Horthy Miklós vitézi avatott, fotókkal ellátva. És a 141 vitéz is benne van. És bárki meg tudja majd tekinteni. Most ezt a kódexet lemásoltatom, az lesz elérhető, az lesz lapozgatható, a 38-as kiadás meg egy üvegvitrínbe lesz elhelyezve. Az ünnepélyes emléktábla avatóra szeptember 2-án délután 4 órakor kerül majd sor.